És hogyha a magyar igazságszolgáltatásról kell beszéljek, akkor hagyj említsek még egy eseményt, amiről a napokban szereztem tudomást. Nem tudom, emlékszetek-e, 4 évvel ezelőtt vonultunk az úgynevezett agyonvert boros gazda, illetve a családja mellett próbáltunk ugye társadalmi szolidaritást ugye biztosítani, és kiállni a tragédiával a család mellett, és az agyonvert boros gazda emlékére 2018. szeptemberében egy viszonylag jelentős létszám volt, a Balacsonyban tartottunk egy felvonulást. Most hoztak ítéletet a két elkövető ügyébe, hogyha még emlékszitek rá, brutális módon nagyon rúgdosták és gyilkolták meg szerencsétlen embert. A két elkövető fejenként 5 év, 2 hónap börtönbüntetés kapott. Tehát egy ember élet Magyarországon 5 év, 2 hónapot ér. Mi ez, ha nem provokáció? Kérdezhetjük. Igazságszolgáltatás van itt szerintetek? Változtatni kell rajta? Akkor gyakoroljunk nyomást, társadalmi nyomást, az ügyészségre és a bíróságokra is. Viszont én belőlem most a harag beszél, én nem vagyok jogász. De van egy kiváló jogász barátom, ez így egy ízig-vérig szabolcsi ember, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyetlen ellenzéki képviselője, és harcos magyar érdekvédője, Apáti István, hallgassátok őt szeretettel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves magyar barátaim, mindenek előtt hadd köszönjem meg mindenkinek, hogy ezt a verőfényes vasárnap délután velünk tölti minket, választottatok. És nagyon jó tettétek, hiszen kutya kötelességünk kiállni egymásért. És azt vése mindenki így, ezt előre bocsátanám az agyába vagy az emlékezetébe, hogy ami Juhász Gergővel megtörtént augusztus 7-én éjszaka, az bármikor, bármelyik percben, bármelyik pillanatban, az ország bármelyik részén, bármelyikünkkel ugyanígy megtörténhet, és ha ne adj Isten megtörténik, akkor bizony nagyon jó fog esni annak a sértettnek is, hogyha ugyanígy kiállunk majd mellette, és akkor biztos vagyok benne, hogy Juhász Gergő ugyanúgy ott lesz, mint hogy mi most itt vagyunk és kiállunk Gergő mellett. Amikor Gergő augusztus 7-én délután vagy kora este elköszönt a családjától, adott néhány puszit a két gyermekének, akkor még legdurvább rémálmaiban sem tételezte fel, hogy lehet, hogy ez az utolsó pillanat, amit a családjával tölt, és csak egy hajszát tartja az ő fizikai képességei, a küzdősportokban való jártassága, a 210 cm-es magassága, lélek jelenléte és az isteni gondviselés, hogy túlélte ezt a támadást, és nem kellett akkor délután vagy akkor este végképp örökre végérvényesen elköszönni szeretteitől. Egy hajszát tartott a kedves barátaim, hogy két magyar gyermek nem lett félárva, egy bedrogozott, nyugodtan mondhatom, hogy a hulladék kategóriába, az emberiség szégyenének a kategóriájába tartozó ember alatti lény hátulról, oldalról érkező sunyi orvtámadása miatt. Az, hogy hátulról, oldalról egy 15 cm-es késsel megszúrták Juhász Gergőt, és nem kapott be több szúrást, az valószínűleg annak köszönhette, hogy még sebesült állapotában is megfelelő, méltó fogadtatásban tudta részesíteni ezt a nem hiába született, rejtett, rejtőzködő, sunyi, gyáva módon támadó erőforrást, de ami ezután következett, az a magyar jogrendszer megcsúfolása, és ilyenkor szégyellem, hogy én is jogász vagyok, pedig nem én tehetek arról, sem is a Mi Hazánk mozgalom tehet arról, hogy milyen jogi terrorcselekmények sorozatát hajtotta végre azóta az úgynevezett magyar igazságszolgáltatás. A rendőrség addig még jól végezte a munkáit, hogy viszonylag gyorsan kézre kerítette az elkövetőt és népes családját. A rendőrség valóban kezdeményezte ennek a lénynek az előzetes letartóztatás elrendelését. Aztán az ügyészség ezt nem tartotta szükségesnek, nem tartotta indokoltnak, és 48 órán belül az elkövető azóta is folyamatosan élvezhette és élvezheti a szabad élet minden örömét. Aztán azóta már a vásárostaményi rendőrkapitányság, vagy rendőrőrs, nem is tudom milyen szintű rendőrség van most ott, elkezdte a szokásos vamzermentegetést játszani. Egyrészt súlyos testi sértés gyanúja miatt indítottak eljárást. Ennek azért van jelentősége, mert hogyha emberölés büntet kísérlete miatt nyomoznának, akkor a megyei életvédelmi osztályra került volna az ügy, az kizárólagos megyei hatáskör.
A súlyos testi sértése meg éppen vásáros doményben lehet tartani az ügyet. Arról már nem is beszélve, hogy a súlyos testi sértésért legfeljebb 3 évet, emberölés alapesetének kísérleteért akár 15 évet is lehet kapni az elkövetőnek, és mivel nem első bálozó kisfiúról van szó, hanem olyan személyről a hírek szerint, aki ellen jelenleg is több büntetőjárás van folyamatban, jó eséllyel egy súlyos ítéletet végig ki kellene ülnie, elvileg az én vélemem szerint ki is kellene zárni a feltételes szabadságra a bocsátás 1/3 kedvezményéből. Azonban az ügyészség úgy gondolta, ki tudja, lehet, hogy valaki vagy valakik odaszóltak, hogy a késelőt, hiszen csak 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető a bűncselekménye, nyugodtan, szabadon lehet majd engedni. Nem feltételezte azt a tisztelt ügyészség, hogy itt fennáll a szökés elrejtőzés veszélye. Nem feltételezte az ügyészség, hogy fennáll egy ilyen robotmúltú személynél a bűnismétlés veszélye. És az is elkerül egyelőre az ügyészség figyelmét az elmúlt bő egy hónapban, hogy ezek az elkövetők, hogy szakszerűen fogalmazzak, a büntető eljárás sikerét meghiúsítani törekednek. Befolyásolnak tanukat, fenyegetnek embereket, megpróbálnak a megvesztegetés vagy a megfélemlítés eszközeivel élni, és amit igyekeztem az elmúlt hetek telefonbeszélgetései során Juhász Gergő testvérünket, bajtársunkat felkészíteni arra, ami, ahogy itt hallottam, Zsolt barátom elbeszéléséből zajlik is gőzerővel, megpróbálják őt berántani egy balhéba, megpróbálnak belőle egyértelműen, akár egy másik ügyben elkövetőt kreálni, azzal próbálkoznak majd, hogy aztán megzsarolják, megfenyegetik, és így bírják esetleg egy az elkövetők számára kedvező, rendkívül enyhe büntetést eredményező vallomásra. Amit itt a rendőrség, az ügyészség majd, ha nem leszünk részen, a bíróság előad, az egy szokásos recept, kedves barátaim. Itt most jelenleg is a körünkben van egy olyan szintén kiváló sportember, akinek annak idején egy 2007-es Máté Szalka elkövetés kapcsán a legapróbb részletekig volt szerencsém megismerni az ügyét, és tudom, hogy nehezen követhető, amit mondok, azért megpróbálok közérthetően jogászkodni. A következő ügymenet, a következő eljárási út volt ennek az ügynek a lefolyása. Nyíregyházi törvényszék, debreceni ítélőtábla, kúria, debreceni ítélőtábla, kúria, debreceni ítélőtábla. 8,5 év után született jogerős ítélet egy olyan ügyben, ahol a Gergő ügyével ellentétben térfigyelőkamerák rögzítettek mindent. Ahol egyértelmű, még a Gergő ügyénél is egyértelmű volt az elkövetés, és a 9, vagy lehet, hogy 15 támadóból, akik közül egyébként 4-8 napon túl és 4-8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett a küzdősportokban járatos sértettől, mindössze 3-at ítéltek, összesen fejenként 5 év végrehajtandó szabadságvesztésre, ebből az előzetes egyik 40 hónapot kellett kiülniük. Körülbelül ez várható, és az, kedves barátaim, hogy a debreceni ítélőtábla akkori és jelenlegi elnöke az egyik ítéletében a következőt írta le, idézem szó szerint. Abból, hogy a jelentős létszámfölényben lévő elkövetők, hát olyan 9-szeres vagy 15-szörös túlerőben voltak, életkioltására alkalmas eszközökkel, zárójelben, nagyméretű kések, szamurájkardok, trágyahordó vasvilla, bozótvágó kés, a sértett létfontosságú szervei irányába szúrtak, vágtak több alkalommal, na most figyeljetek! Még nem lehet azt a következtetést levonni, hogy meg is akarták ölni. Úgyhogy Gergő, fizikailag testben erős vagy, de arra kérlek, hogy legyél erős lélekben és fejben is, mert nem gyenge tortúra fog rád várni. Könnyen lehet, hogy majd téged fognak beállítani mindenféle patás ördögnek, mint ahogy az előbb említett Máté Szalkai ügy kapcsán is a sértett 6 évig, az előbb említett testi sértések miatt szintén eljárás alatt, tehát 6 év után állapította meg a bíróság, hogy jogos védelmi helyzetben cselekedett. Itt tartunk, kedves barátaim. És a Gergő ügye abból a szempontból még nehezebb, hogy itt nincsenek térfigyelő kamerák, amelyek azért feketén-fehéren rögzítenek mindent, hanem majd lesznek falu vallomások, amelyek az idő múlásával majd változhatnak. Kenegetheti a rendőrség, kenegetheti az ügyészség. Arra is fel kell készülni,
hogy az ügyészség és a bíróság egy sajátos, amúgy nem létező jogintézményt alkalmaz, hogy majd az ügyész vagy a bíró a védő szerepét fogja átvenni, esetleg az elkövető származására való tekintettel. Ennek egyik oka lehet a magyar rendőrség messzeföldön híres és elrontott vamzer politikája. Ott tartunk, kedves barátaim, hogy az az elkövetői kör, amely ebben az ügyben is megjelenik, szeretném megjelölni a foglalkozásaikat, stricik, vagy ahogy ők szokták mondani, tricik, uzsorások, vagy kamatos emberek, és dílerek, vagyis anyagos emberek. Ugye szolid vidéki értelmiségiek szerint társaságát soroltam most fel. Szinte már fedett nyomozói státuszban vannak. Azt még nekem egyik rendőri vezető sem tudta elmagyarázni. Nyíregyházától Sopronig egyetlen esetben sem, hogy egy iskolázatlan. A bűnözői hierarchiában viszonylag alacsony szinten megrekedt. Gyenge értelmi képességű személy ugyan milyen információkkal tud szolgálni a magyar rendőri vezetőknek és a titkosszolgálatnak, hogy cserébe gyakorlatilag egy fedett nyomozói státuszt élvezzen. A fedett nyomozók a felderítés érdekében bűncselekményeket is elkövethetnek a szándékos emberölés kivételével. De úgy látszik, hogy a vamzerok abból a szempontból is magasabb szinten vannak a fedett nyomozóknál, hogy ők a szándékos emberölést is elkövethetik, vagy legalábbis azt megkísérelhetik. Aránytalan védelmet élveznek ezek a pitiánér besókok, akik a sajátjaikat dobálják fel, ez legyen az ő gondjuk. De amikor egy ilyen ügyből vérlázító minősítésekkel ki lehet mászni, vagy ezt meg lehet próbálni, akkor joggal rendül meg az igazság szolgáltatásba vetett, amúgy is rendkívül gyenge és csekély bizalmunk. Hozzáteszem mindjárt, hogy lehetne javítani ezen a helyzeten, ha erre lenne politikai és szakmai akarat. Én teszek is néhány javaslatot, hogy ne csak a diagnózis soroljam fel, mert akik rendszeresen járnak ilyen rendezvényekre, mert sajnos gyakran van rá ok, azoknak ismerősek lehetnek ezek a gondolatok. Én próbálnék jó mi hazánkhoz szokás szerint megoldási javaslatokkal is előrukkolni. Először is mindjárt szeretném leszögezni, hogy a szó átvitt értelmében szét kéne robbantani az ORFK-s vízfejet. Azért mondtam, hogy átvitt értelemben nehogy én is terrorcselekmény miatt hamarosan majd vád alá kerüljek, és valaki félreértsen, ugyanis az ORFK vállapos, csillaggyűjtő, semmittevő tábornokai és bizonyos főtiszti réteg bérezését szét kellene dobni a közterületen szolgálatot teljesítő állomány között, abból kellene megnövelni a közterületen például Gergely-Ugornyán szolgálatot teljesítő állomány létszámát, abból kellene profibb és nagyobb létszámú különleges bevetési vagy műveleti egységeket alkalmazni, és egyébként lenne mit takarítani nem csak az ORFK-n, hanem a BRFK-n is, azért, hogy a megyék, főleg a keleti megyék magasabb létszámú és magasabb minőségű, jobban felszerelt és jobban fizetett állományt tudjanak felmutatni. Aztán most már lassan mondom, hogy veszői paripámmá válik az ügyészség és a bíróság, pontosabban az ügyészek és a bírák szerepe. Az egy dolog, hogy őket is mentelmi jog illeti meg, mint a parlamenti képviselőket, amely mentelmi jog ellen egyedül mi emeljük fel a szavunkat, csak a mi hazánk akarja ezt megszüntetni. De még ennél is súlyosabb a helyzet, hiszen egy ügyész vagy egy bíró, ha csak valami egészen egyértelműen nem dokumentált, korrupciós ügyben nem keveredik, vagy feketén-fehéren megmagyarázhatatlanul, félremagyarázhatatlanul, elkenegethetetlenül súlyos bűncselekményt nem követ el, akkor gyakorlatilag élete végéig vagy a nyugdíjazásig bíráskodik, mindegy, hogy milyen hibákat követ el, mindegy, hogy képes leírni ilyen indoklásokat, mint amelyeket az előbb szó szerint idéztem, mindegy, hogy a Juhász Gergő életét majdnem kioltó elkövetőt is szabadlábon hagyja, még az előmenetéli rendszerben sem vetik vissza, nyugodtan élvezheti a relatíve magas fizetésének minden örömét. Éppen ezért kezdeményezni fogjuk az ügyészek és bírák szigorú felelősségének megteremtését, mert hogyha joggal tartanak igényt magasabb bérezésre, akkor joggal tartsanak igényt magasabb felelősség vállalásra is. Ne felejtsük azt, hogy az orvosoknak, a bíráknak, az ügyészeknek van a legnagyobb hatalmuk ebben az országban, és megjegyzem egyébként, hogy tőlük nagyobb hatalma talán csak a parlamentben többséggel rendelkező mindenkori kormánypártoknak van. Elképesztő felelősségük van, emberek sorsáról, emberek életéről döntenek. De nyugodtan tovább lehet menni itt a bekiabáló csürhétől teljesen függetlenül, hiszen azt is látni kell, hogy
A jogalkotás és jogalkalmazás más területén is bőven van tennivaló. A mi hazánk kezdeményezni fogja az előzetes letartóztatás elrendelésének, valamint a feltétele szabadságra bocsátásból kizárás szabályainak a drasztikus szigorítását. Mint ahogy korábbi kijelentéseinket is alapjaiban kell átgondolnunk, és tekintettel arra, hogy bizonyos elkövetőjük úgy néz ki, hogy megrögzött bűnözőkből áll, és gyógyíthatatlan, helyrehozhatatlan vágyat éreznek, csillapíthatatlan vágyat éreznek. A drasztikus bűncselekmények, a súlyos bűncselekmények folyamatos elkövetésére. Ennek megfelelően kell hozzájuk állni, ezért a Mi Hazánk mozgalom kezdeményezni fogja akár az afrikai bérraptartás intézményének a mielőbbi bevezetését. Arra kérek, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát és a hidegvérét. Természetesen, aki jogos védelmi helyzetbe kerül, az ennek megfelelően nyugodtan eljárhat, de ne üljünk fel a provokációnak, mert ennek a gyülevész társaságnak pontosan ez a célja. Pontosan ezt fogják csinálni Gergővel a következő években, és ezt akarják közösségi szinten. Természetesen, ha elkerülhetetlen a jogos védelmi helyzet, akkor az a lényeg, hogy ne a mi édesanyánk sírjon a végén, de ne üljünk fel bizony a szervezett bűnözői körök által több 10 millió forinttal, a mai napra is több 10 millió forinttal finanszírozott provokációknak. És hogy ebből az ügyből és az ilyen hasonló ügyekből még más formában is helyes következtetéseket vonjunk le, engedjetek meg még nekem néhány rövid javaslatot. A Mi Hazánk kezdeményezni fogja általános iskola alsó tagozatától az önvédelmi alapismeretek bevezetését, elméleti és gyakorlati oktatását. Első és egyedüli egyetlen pártként kezdeményezzük, ezt szeretném most, ha úgy tetszik, ünnepélyesen bejelenteni, hogy a TAO kedvezményeket az eddig megjelölt sportágakon kívül terjesszék ki a küzdősportokra, kapjon akár a versenysport, akár a tömegsport terület a TAO-ból olyan támogatási lehetőségeket, amelyeket jelen pillanatban csak néhány kiváltságos csapatsportág vagy látványcsapatsportág kaphat meg. Bízunk benne, hogy a magyarság, a magyar fiatalok önvédelmi képességeinek fejlesztéséhez ez is nagyon jelentős mértékben hozzá fog járulni, hiszen amíg mi a parlamentben megpróbálunk a jogszabályokon szigorítani, amíg megpróbálunk a jogalkalmazáson alakítani, addig fizikai értelemben is fel kell készülni arra, hogy szükség esetén akár egyénileg, akár kollektíve képesek legyünk magunkat megvédeni, ugyanis abban a válságban, ami most kibontakozódik, abból az látszik, hogy lassan Magyarországon nem csak jól lakni lesz luxus, nem csak fűteni lesz luxus, hanem egy normális közbiztonság is elérhetetlen luxusszerű vágyállommá válik. Éppen emiatt fokozott felelősségünk van, nem csak a küzdelemre való felkészülésben egyénileg, hanem közösséggelig is. Éppen ezért azt tudom nektek ígérni, hogy a Mi Hazánk mozgalom frakciója most és a jövőben is minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy sikerüljön elhárítani, megakadályozni az ilyen aljas támadásokat, ha pedig ez mégis megtörténik, akkor az elkövetők a legsúlyosabb büntetést kapják, és ha lehetséges, akkor akár afrikai börtönökben töltsék le a teljes büntetésüket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok!